Nagyon megnyomták a vendégek az első 20 percet, látható volt, hogy el akarják dönteni hamar a továbbjutás sorsát. Itt ugyan némi kezezés segítségével, de Koulibaly vezetést is szerez a vendégeknek. Hát némi kezezés, és véleményem szerint kapushiba, hiszen látható, hogy a kapus kiütötte rossz helyre, Koulibaly érkezik, és valóban egy kicsit kézzel irányította a labdát, de a játékvezető megadta. Ez nagyon nagy előny egy vendégcsapatnak, hiszen az első percekből gólt szerezni, az elbizonytalanítja, hogy láttuk is a hazaiakat. Hát még ha jön rá a második, a 20. percben újabb gól, egy nagyon csúnyán eladott labda után Korhut, akit az egyik legjobbnak ítéltél meg a mezőnyben. Hát az egyik legjobb játékos, itt nagyon könnyen megadta magát a Kecskemét, hiszen a rossz passz után két védő is a lövőcserre bemozdult, elfordult, és hát így nem lehet védekezni, mint ahogy láthatjuk, és a másodiknál sem letámadták, hanem beálltak a lövésbe, vagy próbált beleállni a kecskeméti védő, nem sikerült neki. De hát ekkora szarvashibát nem lehet elkövetni, mert ez lesz a vége, hogy aztán tornyosulnak a bajok, és 2-0. És már az első félidő második felében is jellemző volt, hogy a Kecskemét irányította, uralta a játékot, és bármi is hangzott el a szünetben, nem sok minden változott e tekintetben. Jöttek egymás után a kecskeméti helyzetek, itt például Foxy fejelt és Nikolov mentett. Hát itt Foxynak pekje volt, mert hosszúba akarta fejelni, viszont a keresztbe jövő védő testéről kiment a labda. Tényleg a másik fél időben azt a Kecskemétet láthattuk helyenként, amelyet megdicsértük és megsüvegeltünk, mint itt látjuk, Bori Gábor is gyönyörű gólt lőtt. Bizony, ez a fölényez gólá is érett Bori szabadrugása révén, az 55. percben. Tehát szépítette a Kecskemét, és minden adott volt ahhoz, hogy egyenlítsen a hazai csapat, és a helyzetek is adottak voltak, majd meglátjuk, hogy mi lett ennek a vége. Itt egy szép kecskeméti támadás végén mentenek a védők, mert nincs lövés. Igen, lett volna más is, talán jobb megoldás, és itt látjuk, hogy gyönyörűen és súlypontkérdés, átfordítás a túloldali kapásból meg kellett volna vállalni a kecskeméti játékosnak, helyette egy lekészítés történt, amit a debreceni védők lefüleltek, de jöttek további helyzetek még. Aki élen járt a helyzetek kiharcolásában és kihagyásában is, az Lencse László volt. Itt először Gyurcsó lő az égbe, de ott is Lencsének már több lehetősége lett volna esetleg befejezni az akciót. Így van, Lencse László lehetett volna a mérkőzés egyik hőse vagy legjobbja, hiszen mind az előkészítésben jeleskedett, mint sajnos a helyzet kihasználásban is, de dicséretükre legyen mondva a Kecskemét, nagyon megnyomta a második félidőt. És látunk tőlük szép mozdulatokat is, olyasmit, amit a régi Kecskemétre is emlékeztetett. Itt volt például Foxyé, amiből Lencse lőhetett a végén. Igen, ez is egy szép támadás volt, szép lövés, csak hát a lövés a középre megy, akkor az csemeg a kapusnak. Kérdezte Petulán is, hogy hány helyzetet teszünk el a Debrecentől. Egyet tudtunk, Varga Józsi keresztbe lőtt labdáját, amúgy tiszteletből. Igen, nagyon ritkán tudta azt a kontrát felépíteni, majd nem befejezni a Debrecen. Itt is azt láthattuk, hogy egy kapu előtt labdára lekéstek a támadók, illetve a támadók. Nem véletlenül hiányolta tehát Kondás Elemér a kontrákat, és a hajrá is a Kecskemété volt. Itt is Lencse az, aki az oldalhálóba lő hosszú előkészítése után. Hát itt kiszorított helyzetben volt, és a debreceni védők zárták az élszöget. Jól akarta a rövid fölsőbe, de hát ugye a lövés elkerült a kapu. 79. perc, egy újabb kecskeméti lehetőség. Itt a végén már jöttek a távoli lövések is, először Licingyé. Utána több volt ilyen, hogy 16-oson lepattan vagy fölpattan a labdát, nem a hosszú sarok felé lőtték, hanem itt a rövid felső fölött ugdosták el a labdát a hazaiak, és hát ezért nem is tudtak egyenlíteni, bár sok szép dolgot csináltak. Lencse utolsó lehetősége a gólszerzésre a mérkőzésen, elpattog a labda a kapuig. Igen, itt nagyon-nagyon bizonytalan volt a Debrecen védekezése, el is csúsztak, és Lencse bár kiszorított helyzet volt, kapura tudta húzni, de onnan azért nehéz gólt lőni abból a szögből. Aztán a 92. percben az utolsó lehetőség, Foxy lövése.